Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus, minden Tolna megyei eset eredménye negatív. Március 15-e, a legtöbb helyen elmaradnak az ünnepségek, a Szekszárdit a tévében is megnézhetik. Szabálytalan sofőrök, nagy erőkkel ellenőrzi a rendőrség az autósokat. Felzárkóztatás, hátrányos helyzetű családoknak segítenek Faddon. Valamennyi Tolna megyei koronavírus gyanús eset eredménye negatív lett, mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A veszélyhelyzet miatt Szekszárdon a következő időszakban nem üléseznek a bizottságok és a közgyűlés sem, a polgármester gyakorolja a jogköröket. Lesz-e piac Bonyhádon? Többen ezzel kapcsolatban érdeklődtek a legnagyobb közösségi oldal egyik helyi csoportjában. A Bonikom NKFT egy közleményt tett közzé, amiben közölték, a magyar kormány rendeletében foglaltak szerint és a Nemzeti Népegészségügyi Központ útbaigazítása értelmében az uszoda a megszokott rendben üzemel, és a piacot is megtartják Bonyhádon, mert mint írják, a piacon olyan kiskereskedelmi tevékenység zajlik, ahol az alapvető élelmiszer szükségletet a lakosság be tudja szerezni. Szekszárdon is megtartják a piacot, de a vírus által leginkább veszélyeztetett időseket arra kéri a működtető, hogy gondolják meg, ki mennek-e. Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ valamennyi programját már törölték, március 31-ig nagyságrendileg 300 esemény marad el, a 60 fős mozi egyelőre nyitva van. Az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál pedig egy sor intézkedést hoztak. Miután veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a közgyűlés jogköreit, nem üléseznek a bizottságok. Ács Rezső visszaállította a polgármesteri kabinetet, és a városhoz rendelte a szekszárdi vasárnap kiadását, továbbá elfogadta a város költségvetését. Bizonyos munkakörökben lehetővé teszik a távmunkát. Távmunkában végezzük a bizonyos munkákat, hiszen például a személyes ügyfélszolgálatot fogjuk korlátozni, a cégeinél fogjuk korlátozni, hogy minél kevesebb kontakt legyen, minél kevesebb lehetőség legyen a fertőzés, esetleges fertőzés átadására, hála Istennek erről még nincs információnk. Úgyhogy ezzel azt a lehetőséget is megteremtjük, hogyha valaki nem szeretné gyerekét óvodába, iskolába járatni ebben a nehéz időszakban, akkor otthon tudjon lenni, és ott tudjon dolgozni. Azokat a feladatokat pedig, amiket nem lehet otthonról ellátni, igyekeznek korlátozni a hivatalnál, továbbá biztosítják a védőfelszerelést, a pénzzel dolgozó kollégáknak kesztyüket, maszkokat osztanak. Szekszárd polgármestere azt mondja, erre az intézkedésre azért van szükség, mert szeretnék minimálisra csökkenteni a fertőzés lehetőségének veszélyét. Ennek érdekében arra kérik a helyi cégeket, hogy ők is tegyenek óvintézkedéseket. Rezső kijelentette, ha szükségessé válik, el tudnak különíteni forrást a vírus elleni védekezésre a Modern Városok programhoz kapott 10 milliárdos előlegből, de egyelőre nincs rá szükség. Vittek be gyanús eseteket, de aztán kiderült, hogy negatívak, úgyhogy Tolna megyében nincsen ilyen eset. Gyakorlatoznak az orvosok is. Egyébként van egy protokoll, ami nagyon szigorú, például Tolna megyében. Vagyis, ha szkafanderes orvos látnak a kórházban a betegek, az csak a megelőzés miatt van. Folyamatosan zajlik a gyakorlat is, hiszen nem akkor kell próbát tenni, amikor aztán tényleg be kell avatkozni, hanem erre fel kell készülni, és akkor gyorsan kell majd reagálni. Úgyhogy előfordulhat ilyen találkozás. Valamennyi történelmi egyház adott ki közleményt a koronavírus járvány megfékezése miatt. Azt javasolják, hogy a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban szentmiséket és istentiszteleteket. Így lesz a Pécsi Egyházmegyénél is, vagyis nem zárnak be a templomok, de az egyház óvatos magatartásra kéri a hívőket. Udvardi György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó részletesebb intézkedési tervet jelentett be. Azt kérték a hívőktől, hogy kerüljék a fizikai kontaktust, a készpénzt, használatot, gyakran mossanak kezet, ehhez a templomokban biztosítanak kézfertőtlenítőt. A betegek, idősek vagy akik veszélyben vannak, a
azok amúgy is az egyház tanítása szerint mentesülnek a vasárnapi mise látogatási kötelezettség alól. Március 15-én 10 órakor Kvanduk Frigyes felajánló imádságot végez Mária gyűdön, Isten segítségét kérve a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. A március 15-i ünnepségek országszerte elmaradtak, elmaradnak vagy alternatív módon lettek megtartva a koronavírus miatt. Egyes iskolákban videón keresztül követték nyomon a műsort a gyerekek az osztálytermekben. A szekszárdi városi műsort felvételről lehet majd megtekinteni. Hónapok óta készültek a szekszárdi Babits Mihály általános iskola diákjai a március 15-i műsorra. Az iskola igazgatója azt mondja, nagyon hálásak, hogy végül sikerült megoldást találni az ünnepség közzététele. Nagyon-nagyon elkeseredtünk, amikor először arról volt szó, hogy egyáltalán nem is lesz ünnepség. Ugye a gyerekek készültek, mindenképpen szerettük volna, hogy kiteljesedik azért ez a műsor, és elő tudják adni. Végül is ez sikerült, és ennek nagyon örülünk, még akkor is, ha csak ilyen formában. Ács Rezső szekszárd polgármestere is megosztotta ünnepi gondolatait. A városvezető kiemelte, a szabadságharc hőseinek elszántságának alapja magyarság tudatuk, a nemzethez való tartozás megtapasztalása volt. 172 évvel ezelőtt egy kis nemzet kelt fel, hogy kivívja a szabadságát. A március 15-i műsor sorsa az utolsó pillanatig kétséges volt. A koronavírus terjedésének megállítása érdekében hozott kormányzati intézkedések értelmében ugyanis tilos zárt térben megtartani 100 fő, szabad téren 500 fő feletti rendezvényeket. Szekszárdon a városvezetés úgy döntött, hogy megtartják a március 15-i ünnepséget a Babits Mihály Kulturális Központban, de csak a résztvevőkkel. Az 1848-as 49-es forradalomra és szabadságharcra való megemlékezésről a Tolnatáj Televízió készített felvételt, amit online tesznek majd közzé. Megkerestük azt a megoldást, amellyel a jelenleg rendkívüli helyzetnek is meg tudunk felelni, de viszont tudunk tisztelegni ősök előtt. Az a megoldás született, hogy Babitsban a műsor elhangozik, a beszéd elhangozik, és akkor Facebookon online meg lehet tekinteni vasárnap az eredeti ünnepség időpontjában délelőtt 10 órakor. Azt gondolom, hogy nagyszerű műsor volt, rendkívüli helyzet van, de mindenképpen azt szerettük volna, hogy ez a nap megkapja maga méltóságát, függetlenül attól, hogy a külső tényezők nem igazán kedvezők ebből a szempontból. A polgármester elmondta, a koszorúzás sem tartják meg a 48-as emlékműnél, de azt nem tiltották meg a szervezeteknek, magánszemélyeknek, hogy ott koszorúkat helyezzenek el. Bár a költségvetés első fordulója jelentős koncepcionális eltérést mutatott a bátaszéki képviselőtestület két oldala között, ez a második fordulóra megváltozott, így egyhangú szavazással fogadták el a képviselők az 1,7 milliárd forint főösszegű büdzsét. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, az intézmények állag megóvására az idei esztendőben különös gondot fordít majd a város. Ebben az esztendőben a prioritás az intézményeink műszaki állapotának a megőrzése és javítása. Erre fogunk jelentős összegeket költeni, erre fókuszálunk. Azt gondolom, hogy ebben konszenzus volt. Lehet, hogy nem fogunk egyetérteni az elkövetkezendő időszakban is költségvetés egy-egy elemét érintő kérdésben, de város egészét érintő kérdéskörben, ami gazdasági kérdés, azt hiszem a konszenzus továbbiakban is fenn fogjuk tudni tartani. Teljes terjedelmében égett egy családi ház Szekszárdon péntek délelőtt. A lángok a Patak utcában csaptak fel egy ikerház egyik felében. A tűzhöz a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik 5 vízsugárral oltották el a lángokat. A biztonsági öv és a gyermekülések használatát ellenőrzik a következő napokban a rendőrök Tolna megye útjain. Nem csak szabálytalan, hanem akár halálos balesethez is vezethet, ha az autósok nem használják ezeket az eszközöket. Mégis ott jártunkkor több sofőrt kellett megbüntetniük az egyenruhásoknak. A biztonsági övet nem használta ez az autós, ezért állították félre. Elismerte a szabálysértést, ezért 10.000 forintos helyszíni bírságot kapott. A rendőrök pontosan tudták, hogy kit kell megállítani, összehangolt akció keretében ellenőrzik az autósokat.
Néhány száz méterrel arrébb itt a szekszárdi felüljárónál kamerával figyeli két másik rendőr az autósokat. Ha valaki öv nélkül vezet, felveszik és azonnal értesítik a megállító kollégáikat. Egész héten ilyen szervezett akciókat tart a rendőrség Tolna megye útjain. Az elkövetkezendő napokban kollégáim a biztonsági öv használatát, a mobiltelefon használatát, valamint az egyéb passzív biztonsági eszközök használatát fogják ellenőrizni, így különös tekintettel a gyerekülésre. Az övet nem csak azért érdemes használni, mert bírság jár ellenkező esetben, hanem azért is, mert rengeteg halálos baleset következik be amiatt, mert sokan még mindig nem kötik be magukat. Hát azok a járművezetők, valamint utasaik, akik lakott területen belül nem használják a biztonsági övüket, 10 000 forint közigazgatási bírságra számíthatnak, azok, akik ugyanezt lakott területen kívül teszik, 15 000 forint közigazgatási bírságot, akik pedig autópályán vagy autóúton nem használják a biztonsági övüket, 20 000 forint közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhetőek. Akkor pedig, ha valaki nem használ gyerekülést, amikor kéne neki, 15 000 forintos bírság jár. Hátrányos helyzetű családok felzárkóztatását segítő pályázaton nyert a Faddi önkormányzat. A projektnek köszönhetően képzéseket szerveztek, és felépítettek 3 házat is, amikben nehéz sorsú családok költözhetnek. Hasonló programokra összesen 40 milliárd forintot fordít a belügyminisztérium. Készfogás követte az együttműködési megállapodás újbóli aláírását. FAD egyike azoknak a településeknek, amelyek részt vettek a belügyminisztérium hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását célzó pályázati rendszerében. A több mint 4 000 fő lakosú nagyközségben így a legszegényebbek szakmákat tanulhattak. Lesznek köztük vasbeton szerkezet szerelők, az atomerőmű, ha épül, akkor jó állás lehetőség van, bolti eladók, gyakorlatilag hát kertművelési ismereteket tanítják őket, és még sok más egyéb szociális jellegű és egyéb tanfolyam zajlik. Nem csak képezhetik magukat a rászorulók Faddon, hanem a 3 legszegényebb család új otthonba is költözhet. Az önkormányzat ugyanis a pályázatnak köszönhetően 3 családi házat építtetett. A forrást ezekhez a belügyminisztériumon belül működő társadalmi esélyteremtési főigazgatóság biztosította, ami a következő időszakban 40 milliárd forintot költ hasonló felzárkóztatási programokra. Több mint 2300 embert vonunk be a programoknak keresztül ebben a régióban. Ott, ahol pedig együttműködő partnerek vagyunk, ott pedig egy módszertani szakmai segítséget adunk az önkormányzatoknak a komplex program végrehajtására, amelyben ugye több elemet is kell végrehajtanunk az önkormányzatoknak, képzést kell nyújtaniuk az egyéneknek, egyéni fejlesztési tervet kell nyújtaniuk, lakhatási elemet kell kialakítaniuk. A programból a tervek szerint országosan több mint 80 településen tudnak képzési és lakhatási támogatást nyújtani rászoruló családoknak. Ismét rendkívüli járatok gyűjtik a zöld hulladékot Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhelyen sokkal több a zöld hulladék, mint más városban. Ezért a város vezetése a szállítást végző Aliszka Terra Nonprofit Kft. Közreműködésével úgy döntött, hogy az eredetileg meghirdetetthez képest plusz járatokat biztosít annak érdekében, hogy mindenhonnan el tudják vinni ezeket. Erre a város önkormányzata megközelítőleg 6 millió forintot költ majd, mivel egy-egy szállítás ára 6 és 800 ezer forint között mozog, a zöld hulladék mennyiségétől függően. Összesen 16 alkalommal fogjuk elszállítani, ebből 8 központi finanszírozással, 8 pedig városi finanszírozással fog történni. Tudni kell, hogy ennek a zöld hulladéknak a feldolgozása, tovább feldolgozása, ez rendkívül nagy energiát és nagyon-nagyon sok pénzt igényel. A legendás Omega együttes volt a téma a Vosinszky-Mór megyei múzeum által kezdeményezett rocktörténeti legendák interjúsorozat következő eseményén. Csatári Bence rocktörténész moderátor ezúttal Kóbor Jánost kérdezte arról a világviszonylatban is páratlan 58 évről, ami a folyamatosan működő új nagylemez elkészítésébe is belefogó progresszív rockzenekar mögött van. Ebben megint egy kicsit omegásak vagyunk, mert ezt a világon sokan nem csinálhatják meg. Tényleg a Stones tudná talán megcsinálni. Meg persze, hogy van egy-két zenekar, aki néha összeáll meg minden, de aki ilyen, hogy mondjam, stabilan végigcsinált 60 évet folyamatában, abban nagyon kevés van a világon is, és valakinek meg kell próbálni maga szemszögéből ezt valahogy átértékelni, vagy egyáltalán végig
nézni, és én úgy érzem, hogy ez nekünk egy kicsit feladatunk is. A hagyományoknak megfelelően március 15-éhez kapcsolódóan szervezi meg a Szekszárdi Garai János Gimnázium az iskola napját. A programsorozatban előadások, kiállítások és a diákigazgató megválasztása is szerepet kapott. Lágysejem szál elszakadhat, haragod elragadtat. Szétgurulnak szívgyöngyeim, mossák őket elkönnyeim. Kiállítás megnyitóval vette kezdetét az idei Garai Napok rendezvény sorozata, melyen az iskola diákjainak munkái láthatók. A nap folyamán 16 különböző programmal készültek, melyeket az iskola diákjai vagy hozzátartozói, szülei prezentáltak. A Garai Napok az iskola egyik legjelentősebb rendezvénye abból a szempontból, hogy közelebb hozza egymással a diákokat és a pedagógusokat. Egy nagyon fontos pillanata, pontja az egész tanévnek ez a programsorozat. Ide kapcsolódnak azok a versenyek is, melyeket a különböző tantárgyakból szervez a gimnázium évek óta. Ilyen az Én Pannonián versmondó, vagy a Körösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny is. A Garai Nap programját a diákok javaslatai alapján állítja össze az iskola. Összegyűjtik az osztályfőnökök előzetesen a diákok ötleteit, javaslatait, ezeket begyűjtjük, és amit tudunk, azt ebből próbálunk megvalósítani, ebből az ötlettárból válogatunk, és egyeztetjük utána természetesen szülőkkel, külsősökkel ezeket a javaslatokat, mennyire lehet ezeket megvalósítani. A Garai Napon választja meg az iskola a következő egyesztendő diákigazgatóját is. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót Somogy és Baranya megyékből. Tilos, bezár, elmarad, rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon a koronavírus miatt. Átadták a pécsi Magasház helyén épült játszóteret, 170 millióba került a beruházás. Tilos a nagyobb rendezvények szervezése, bezárnak a színházak, mozik, szórakozóhelyek, távoktatás lesz az egyetemeken. Többek között ezeket az intézkedéseket vezették be Magyarországon a kormány szerdai ülését követően. A koronavírus európai terjedése miatt meghozott rendelet március 11-én éjfélkor lépett életbe. Újabb fejlemény, hogy az egyetemistáknak péntekig ki kell költözniük a kollégiumokból. Mint arról televíziónk is beszámolt, szerdán rendkívüli jogrendet hirdetett a magyar kormány a koronavírus európai terjedése miatt. A rendelet értelmében többek között betiltják a nagyobb rendezvények lebonyolítását. Így a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri programok elmaradnak Pécsen is. A zsolnai örökségkezelő folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a szervezett eseményekkel kapcsolatban. Az már biztos, hogy a cég valamennyi helyszínén tervezett rendezvényeket nem tartják meg. A zsök lehetőséget biztosít arra is, hogy a már korábban megváltott jegyeket visszaválthassák a látogatók. Ezen kívül persze vannak olyan kisebb rendezvények, illetve állandó látnivalók, amik nem esnek az intézkedés hatálya alá. Ilyenek például a Zsolnai negyed kiállításai, a világörökségi helyszínek, vagy az olyan állandó látnivalók, mint mondjuk a Zsolnai mauzóleum. Ezek látogathatók továbbra is. A kormányrendelet vonatkozik még a szórakozóhelyekre, mozikra és a színházakra is, függetlenül a nézők számától. A Pécsi Nemzeti Színházban is elmaradnak az előadások. A teátrum munkatársai folyamatosan egyesével hívják fel nézőiket, hogy tájékoztassák az eseményekről. A miniszterelnökséget vezető miniszter az egyetemek bezárását is kihirdette szerdán. Gulyás Gergely elmondta, csütörtöktől, de legkésőbb hétfőtől távoktatás lesz a felsőoktatási intézményekben. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pedig csütörtökön jelentette be, hogy péntekig, azaz március 13-áig minden magyar hallgatónak el kell hagynia az egyetemi kollégiumokat. A pécsi diákotthonok lakói nem örülnek az intézkedésnek. Szerintem egyáltalán nem, bár megértem, hogy miért. Mert ugye a külföldi diákok itt maradnak, elvileg nincs bejelentett fertőzött még itt Pécsen. Véleményem szerint nem, mert én dolgozok mellette, és nehéz lesz, hogy bejárnom a munkahelyre, hogy kiköltöztetnek a koliból, ugye mert mellette még egyetemista is vagyok. Amennyiben a hallgatók hazaköltözése, lakhatása nem megoldott, úgy rektori méltányossággal engedélyezhetik a kollégiumban maradást. A külföldi hallgatók diákotthonokban való tartózkodása továbbra is megengedett.
Átadták Pécs új játszóterét a volt magasház helyén. A terület kialakításához még 2016-ban nyert európai forrást az önkormányzat. Ehhez kellett még önrészt biztosítania a városnak, így tavaly augusztusban elindulhatott a kivitelezés. A játszótér körül parkot alakítottak ki, valamint elektromos autótöltőállomást. A hivatalos átadón szóba került a koronavírus járvány is. Ez a mászókás. Mutatja a kedvenc játékát a 6 éves Emily. Ő és édesanyja is már nagyon várták, hogy használhassák az új játszóteret a pécsi-megyeri téren. Végre megnyitott. Már nagyon vártuk, legfőképpen a gyerekek. Nagyon jó. Elég vártuk. Igen, igen. Mondja már hazánkban élő apuka is. Egy örömteli eseményről tudok beszámolni. Pécs polgármestere adta át hivatalosan az új létesítményt csütörtök délelőtt. Péter Fő Attila azonban emlékeztetett arra, hogy a játszótér átadást is beárnyékolja a koronavírus járvány. Pánikra semmi ok, és ahogy látják, nagyon helyesen a gyerekek használatba vették a játszóteret, és játszanak is rajta, és nem is szeretnék mást üzenni. Amikor a vírussal kapcsolatos, ugye tenap bejelentett vészhelyzetnek Pécset egyéb konkrét intézkedései szükségessé válnak, higgyék el, kellő időben fogjuk tájékoztatni a pécsieket erről. Most még ezzel kapcsolatban nincsenek bejelenteni valóim. A játszótérhez még 2016-ban 134 millió forint EU-s pályázati pénzt nyert a város. Ehhez az önkormányzat 39 millió forint önerőt tett, hogy megépülhessen a játszótér és a körülötte lévő park. Bár közel van a forgalmas Szigeti út, de nincsenek veszélyben a gyerekek. A kialakított játszótér körül egy biztonságos kerítés került kialakításra. Igazából a gyerekek a játszótér területén belül szabadon tudnak mozogni, játszani. Egy zárható kapuval ellátott ugye kerítés veszi körül a játszót. Az útes közelsége maga a játszást, úgymond játszótér használatát nem befolyásolja. Ugye én úgy gondolom, biztonságosan tudják a gyerekek használni a kialakított játszóteret. A 2200 négyzetméteres területre 40 facsemetét ültettek ki. A tervek alapján további fásítás várható a volt magasház helyén, a pécsi-megyeri téren. És végül nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer Tolna megyéből. Koronavírus, minden Tolna megyei eset eredménye negatív. Március 15-e, a legtöbb helyen elmaradnak az ünnepségek, a Szekszárdit a tévében is megnézhetik. Szabálytalan sofőrök, nagy erőkkel ellenőrzi a rendőrség az autósokat. Felzárkóztatás, hátrányos helyzetű családoknak segítenek Faddon. Szombaton felhős, változóan napos idővel indul a nap, a déli órákra már azonban erősen felhős, borongós idő várható, eső nem valószínű. Hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, vasárnap délelőtt felhős időig érkezik, később azonban kisüt a nap. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!